Hello, hello, szia, csoda szép napot, reggel, estét, bármikor is nézed ezt a videót. Na hát megvan az amerikai inflációs adat, amely 0,2%-kal alacsonyabb a várakozásoknál, 8,5%. Én Denkler Miklós vagyok, elhozzuk neked a kriptománc és a kriptomester által a legfrissebb kriptohíreket, tettük el az elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel edukáljunk az internet és a pénz evolúciójának a következő szintjéről, ami nem más, mint a kriptovaluták. Kérünk egy kövér lájkot, és azt ott találod a like gombot, sok-sok szeretettel nyom meg, kérlek, ezzel segíted a YouTube algoritmusát, hogy minél több embernek feldobja a videót, és iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg. Köszönjük szépen a lájkokat, és menjünk is tovább. El kell, hogy mondjam, hogy ugye amit a videókban és a csatornánkon bármilyen fórumon elhangzik, nem tekinthető sem pénzügyi tanácsadásnak, sem befektetési tanácsadásnak, ezek mind csak edukálási és szórakoztatási célt szolgálnak. Hogyha hallasz egy coinról, vagy bármilyen elemzésről, vagy bármilyen infóról, vagy chartról, mindig tedd meg a saját kutatásodat, mindig legyen egy stratégiád, mindig tud a kockázatokat kezelni szabályrendszerre, ha kereskedsz, és ugye, hogyha hosszú távra vásárolsz, akkor is ugye érdemes azokat a coinokat választani, amik komoly fejlesztő bázissal bírnak, és ugye komoly hasznot hoznak az emberiségnek, valamint ugye az egyéb DeFi és NFT és mindenféle egyéb dolgokban meg ugye fokozottan ügyelni a kockázatokra. Na de menjünk is és nézzük, mit mutat a buborékos chart. Bitcoin plusz 2,3%, jelenleg 24.000 dollárt még nem sikerült törnie, és Ethereum viszont 1800 dollár fölött van, plusz 8,8%, és látjuk, hogy fantasztikusan szép zöld a buborékos chart. Phantom 10%, Aave 13%, Cell 20%, LDO 16%, Compis 9%, NIR 8%, úgyhogy Nexo 9,6%, nagyon jól néznek ki, a piac nagyon pozitív ma. Na nézzük, ugye Bitcoin 24.000 dollárig pattant fel, Ethereum ugye két hónapos csúcsokon van, miközben ugye az amerikai infláció csökken, látjuk, hogy így lőttünk ki. Ugye tegnap, illetve ugye mostanában mindig azt látjuk, hogyha van egy hír, akár a kamatdöntés, akár ez az inflációs adat, akár gazdasági növekedésről szóló adat, előtte napokban, főleg előtte nap, óriási esés van. A befektetők előre eladnak, nem akarnak kockázatban lenni, és eddig mindig úgy történt, hogyha várakozást akár általában mindig túlzott volt itt a félelem, mindig túlzott volt a félelem, és a túlzott rosszat várta a piac, a rosszat árazta. Ez történt ugye múltkor is, a kamat döntés kapcsán is ez történt most is, és látjátok, milyen szépen kilőtt. Úgyhogy aki itt ezt elkezdte gyönyörűen lekereskedni, ugye látjuk, ma már megindultunk fölfelé, ugye tegnap a Patreonos tradingnél ugye 24.000 dollárnál volt hétfőn profitrealizálás, 24.002-nél, és egyébként tegnap 22.800-nál hozzá vettünk, amit itt előtte nap eladtunk 24.002-nél, úgyhogy ezt a Patreon és a kriptomesteren update-eltük. Szóval látjuk, ez az amerikai infláció, 9,1-ről jöttünk vissza 8,5-re, és ugye azt mondják itt, hogy az inflációs csúcs valójában megadja a félelmet a gazdasági növekedés kapcsán, viszont azt mondja, hogy a valószínű, hogy a piac mégiscsak pozitívan fog reagálni a gyenge gazdasági növekedési adatokra, és nem negatívan. Ezt várják, eközben a dollár erősségi index az lefele vette az irányt, jelenleg a 100 napos sima mozgó átlag got teszteli és törni készül, és ugye ezáltal, hogyha a dollár erősödése gyengül, illetve valójában gyengül a dollár, ez ugye a részvénypiacnak, árupiacnak, különböző eszközöknek, így a kriptonak is jót tesz. Következő hírünk, egy elemző és trader, a TechDev azt mondja, hogy ha a részvények megindulnak, akkor a Bitcoin is megindul, és valójában a részvényeknél az utolsó 40 év óriási, az utolsó 40 év egyik legnagyobb ralliát várja 2023-ba, és ez a Bitcoinnak és a kriptonak is egy nagy teszt lesz. Ez a chart, ez nem más, mint a Dow Jones Industrial Average, az a, ugye Dow Jones Index, ez a egyik legnagyobb tőzsdeindex ugye Amerikában, és ugye
Itt a TechDev chartot egyrészt van itt egy Fibonacci visszateszt, illetve ugye a nulla zónától a mélyponttól, és van ugye annak egy kiterjesztése, és ugye van egy háromszög, amit itt tört, és ugye ebből jelenleg kb. Itt vagyunk. A Bitcoin chart ez a felső, ezt sajnos nem tudom jobban nagyítani. A Bitcoin chart a felső, és azt várja, hogy ez innen nagy ralliba kezd. És utána azt mondja, hogy 2023-24-ben korrekciót vár, és újabb nagy rallit 2025-ben. Ez a várakozása. Egyébként ugye ezen a másik csárton azt mondja, hogy a Nasdaqnál most látja az első erősség jeleit, ugye az alsó Nasdaqnak a csártya, és ugye az elpattanás a 207-es exponenciális mozgó átlagról látjuk a Nasdaqnál, ugye itt be van jelölve, és ugyanúgy látjuk, hogy az RSI is akkor cross, ugye akkor volt túladott zónába, és jelenleg ugye a Bitcoin csártyát ráéleszünk, akkor nagy hasonlóságot vélünk felfedezni. Menjünk és látogassunk el a Crypto Mester webinár weboldalra, ezt megtalálod a leírásban. Itt gratis webinár tartunk, egyrészt a pénz történetéről, az aranytól egészen a bitcoinig, a különböző technológiák továbbfejlődése a kriptovaluták által, az NFT Metaverse világ, telepítünk kriptopénztárcát, és a küldés, fogadás, tárolás, ezeket is megnézzük, ez mind ingyenes és ajándék oktatás. Ami, hogy részt tudjál venni, ugye Zoom-on küldjük a linket, itt a regisztráló gomba megadod a nevedet, e-mail címedet. Emellett ugye Kriptomester mellett, ugyanúgy a Kriptomesteren van rengeteg tananyagunk, illetve ugye posztolunk ott is pár piaci kitekintést, elemzést, valamint ugye a Patreon csatornán leginkább a CryptoMinds próban van a legtöbb content, ahol fundamentális elemzések, egyéb elemzések, technikai elemzések, trading setupok, farmok, ugye múlt héten is osztottam meg farmot, és ugye egyéb kedvezmények a partnereknél, de időnként például a piaci kitekintés, meg trading setupot megszoktunk a kisebb csoportokban is osztani. Látogassunk el a Twitterre, ugye Twitteren zajlik minden, ami kripto, érdemes követni a kukac Miklós Denklert, illetve ugye a nemzetközi kripto edukáló platformukat, a kukac Corion platformot. Na nézzük, itt azt látjuk, hogy Bitcoin visszatért a bálnák felhalmozási zónájába, és ugye ezek azok az árak, ahol a bálnák felhalmoztak, ugye látjuk a zöld az a szint, illetve ugye a mennyiséget is jelöli a buborék, és ugye, hogy mikor pattan el az ár, és ugye azt nézzük, hogy mikor lesz a második elpattanás. Valójában ugye ez mégis 22 000 fölött van ez a szint, úgyhogy talán ez le is jött 22 800-ig, de ezt majd mindjárt megnézzük így a csárton gyorsan, hogy hol is van ez, mert akkor így beszédesebb lesz egy picivel. Jó, szerintem az 4 órás csárt lehetett, vagy 1 órás. Igen, hát majdnem itt pattantunk, ugye ez itt pattantunk, nem jöttünk le erre a szintre, ugye 22.350 volt múlt héten az alja, vagy 22.004, addig nem jöttünk le, viszont tegnap lejöttünk 22.700-ig, és kérdezik, az a fantasztikus, hogy ugye a Patreonos piaci elemzésben és a trading setupban ugye van egy trédünk, ami ugye itt elindult múlt héten, abban volt profitrealizálás 24.200-nál hétfőn, és tegnap egyébként 22.800-nál azt, amit itt, a pozíciónak azt a részét, amit itt realizáltunk és profitosan zártunk, azt újra vettük, úgyhogy akkor nézzük, ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy itt csináltunk 24.200-nál, csináltunk 6,7%-ot, ugye ez 10-szeres tőkeátvitelen 67%, és ugye itt visszavettük lejjebb, 22.800-on vettük vissza, úgyhogy az plusz ugyanúgy körülbelül 6%. Szóval valójában ezzel a tréddel spoton nézve eddig 12%-ot hoztunk, és itt újra egyébként 24.100-on ma eladtuk. Szuper! Örülünk, hogy akkor a bálnák felhalmoznak, és ez mindenképpen egy jó jel. Ilyenkor megéri lájkot nyomni és megosztani. Na, ugye itt a hír,
8,5% az inflációs adat, 0,2%-kal a várakozások alatt. Na nézzük! Ti analiszt szerint, aki ugye itt Bollinger szalagokat használ ezen a csárton, azt mondja, hogy a Bitcoin egy masszív bika piacnak készül. Látjuk, hogy ezek a Bollinger szalagok, ezek a zöld és a kék, ha jól látom, igen. És ugye itt, hogy mikor voltunk buy zónában, vételi zónában, és mikor kerülünk bikán zónában, bull zónában, és ő ezt csinálta, egyébként elég folyamatosan bullish posztokat posztol ez az elemző, megéri lájkolni és megosztani. Jó, menjünk vissza a chartra, és nézzünk rá, hogy akkor Bitcoinunk mit csinál. Ugye napos charton tudjuk, hogy benne vagyunk ebbe a csatornába. Jelenleg a csatorna közepén tartózkodunk, ez a kemény 24.000 dollár körüli szint megfogta, és látjátok, hogy első alkalom, ugye itt több napig próbálta, és most ugye újra próbáljuk, tegnap előtt próbáltuk, tegnap ugye már inkább korrigált a piac, és újra próbálta ma, nem mentünk még át. Amint 24.000 dollár fölött zárunk, akkor ez ugye 25.438 a következő szint, és ugye 28.032 szint a következő. Akkor lennék várakozással, hogyha ugye itt például törjük a 22.700-at, akkor ugye megindult egy nagyobb lefele mozgás, és ugye itt a csatornánk a alsó szintje most jelenleg 21.600 dollárnál van. Ugye amíg ide nem kerülünk, addig nagyon nem izgulunk, jelenleg ugye 22.700-en longolunk, 24.000-en shortolunk, meg ugye zárjuk a longot, illetve ugye itt, ha a csatornából fölle kitörünk, akkor ugye az meghatározó lesz. Kézben nézzük a Bitcoin shortok, viszont jelentősen emelkedtek. Hoppá, Bitcoin shortok emelkedtek, de ugye pár napja ugyanígy volt ez. Szóval 24.000-nél elhelyeztek pár Bitcoin shortot, az tény, úgyhogy most valószínűleg ne is lefelé is fogunk jönni. És Ethereum ugye egyre szépen jön fölfele, magasabb magasságokat látunk, szóval sokkal egészségesebb bikán szempontból a csártya. Ugye itt egy magasabb magasságokat próbál megcsinálni. Persze még ez a mai gyertya nem zárult be, úgyhogy itt még ez nagy kérdés lesz, hogy ez miként, hogyan. Ha 1800 fölött zárunk ma, az egy jó folytatás lehet, hogy a 2000-2200-as zónát is el tudja érni az Ethereum. Persze, hogyha itt ez az 1680, illetve alatta 1570-es szintek törnének, akkor ugye lejöhetünk akár erre a szintre, és azzal sincs semmi baj, az egy korrekció lehet, de én azt gondolom, hogy az Ethereum Merge és az Ethereumról rengeteg hír jön, amiről egy videócsokrot készülök összerakni, akkor ez még mindig bullish katalizátor az Ethereumnak, úgyhogy érdemes az Ethereumot nézni és trédelni, egyébként ő is gyönyörűen trédelhető volt tegnap. Még hogyha visszanézünk a Bitcoin chartjára, akkor ezt a 4 óráson is tökéletesen tudjuk követni, ugye, hogy jelenleg van egy a nagy csatornában egy kisebb csatorna, aminek az alja kb. Ez a 22.007-22.008, a teteje 24, és itt gyönyörűen lehetett eladni, venni, eladni, akkor ugye itt volt egy nagy leszúrás, akkor megint venni, eladni, szóval ez a csatorna, amíg nem, ezt nem hagyjuk el, ez a kis csatorna is nagyon jól kereskedhető, de ezt ugye alacsonyabb időség, akár egy órás csárttal kezdjük el nézni, és látjátok, hogy simán visszajön. Örülök, hogy itt voltál, feltétlenül kövess minket a Twitteren, illetve látogass el ugye a Patreonos weboldalunkra, gyere a Kriptomester weboldalára és a webinárra, ugye a webinár linken mindenképp iratkozz fel. Találkozunk a következő videóban, fantasztikus napot, további szép hetet, szia!